vígjáték új kezdeményezés, írta a Sztálinvárosi Hírlap 1959-ben. Hogy miért? Műsorunkból ez is kiderül. Vendégeink Brunner Márta színművésznő és Kelecsényi László filmtörténész. Megmondana nekem őszintén valamit, ha kérdezek? Meg. Maga, csak az értekezlet miatt maradt itthon? Persze. Biztos? Megmondhatja? Biztos, biztos. Hát, akkor tudja meg, hogy én hívtam a vízimalomhoz, és maga azt hitte, hogy beugrattak, pedig igenis vegye tudomásul, hogy én beugrattam magát, mert én maga értekezlet. Maga értekezlet. Jó estét kívánok! Ez itt a Szélesvásznú történelem, mai filmünk pedig Szemes Mihály 1959-ben bemutatott alkotása, a Kölyök címszerepben Törőcsik Marival. Vendégem pedig a stúdióban Brunner Márta színművésznő. Tisztelettel köszöntöm. Én is köszöntöm a nézőket. Hozott két apró kis figurát, ami itt helyezkedik el köztünk ezen a ládán. Miért van ez most itt? Hát ez két különböző tárgy. Az egyik az enyém, a másik az édesanyámé. A baloldali kis figura, ez a kis bajszos, aki tartja ezt a kis hordót talán, ez az édesanyámé, Vajda Mártáé, aki partnere volt Szabó Gyulának a Tenkes kapitánya című filmben, és az akkori forgatás nagyon közel hozta őket egymáshoz. Szoros lett a kapcsolatuk, a barátságuk, ami később, hogy édesanyám Pécsre szerződött, tehát elsodorta őket az élet, és később valahogy, amikor már én is megszülettem, és én is színésznő lettem, Székesfehérvár és a siklósi évek újra összehoztak minket. Tehát ezt a kis figurát, ha jól emlékszem, talán a Kőszívő ember fiai próbafolyamat vagy előadások kapcsán kapta édesanyám, nekem Gyuszi bácsitól, hogy mindig vigyázzon rá. És ez ott van az asztalán, most alig engedte meg, hogy elhozzam, hogy rettentően kell rá vigyáznom. És a másik? A másikat én kaptam Gyuszi bácsitól, a születésnapomra kaptam tőle. Említette Márta, hogy az édesanyja és Szabó Gyula között mennyire szoros barátság volt, de hogyha jól sejtem, és már az eddigi szavaiból is kitűnt, hogy önök között is aztán. Hogy kezdődött ez, és milyen volt ez a barátság? Hogy emlékszik ön vissza Szabó Gyulára, hiszen azért is van most ön itt, hogy éppen Szabó Gyula emlékét megidézzük. Igen, ez nekem egy nagy megtiszteltetés, hogy én ülhetek itt és beszélhetek róla. Az első emlékképem, amikor mi találkoztunk, akkor én főiskolás voltam, a Színház és Filmművészeti akkor még főiskola hallgatója, és éppen a Pannon szinkron stúdióba igyekeztem, ahol a Kalambó című sorozat van. Kaptam egy titkárnő néhány soros szinkron feladatot. Talán épp az első szinkronom volt, úgyhogy rettentően izgultam nagyon, és hát ugye ott állt Szabó Gyula, Kalambó, és ott egy közös jelenetünk volt, és bemutatkoztunk egymásnak. Nyilván akkor ugye kiderült, hogy én kinek a lánya vagyok, hogy én színésznő, és annyira emlékszem, hogy mondta, hogy Brunner Márta, ilyen névvel hogy nehéz lesz színésznőnek lenni. Miért nem vagy te Budai Márta? Ez annyira megmarad lenne. Hát mondom, ez a nevem, hát mondom, bízom benne, hát nem gondoltam, erre az apukám mit szólna. Ez volt az első találkozásunk. Később a szinkronban többször találkoztunk, majd az élet és a sors úgy hozta, hogy én a Székesfehérvári Vörös Marti Színház alapító tagja voltam, és néhány év múlva Gyuszi bácsi is oda szerződött. Nagyon sok színdarabba játszottunk együtt, de ami meghatározóan összekapcsolt minket, az mégis a Tenkes kapitánya volt, mert Siklóson ennek az emlékét őrizték nagyon-nagyon sokáig, és minden évben őt, Zente Ferencet, de őt mindenképpen volt egy Tenkes emléknap, ahova lement fellépni, szavalt. És ő nagyon a szárnyai alá vett engem, és azt akarta, hogy én is menjek. Illetve az édesanyám is. Tehát általában minden évben egyszer leutaztunk Siklósra,
ahol ezeken a hosszú utakon Gyuzi bácsi beült, és végig mesélte a fantasztikus sztorikat a színházról, a forgatásokról, az életről, úgyhogy én gyakorlatilag inkább lassabban mentem, és kevésbé nyomtam a gázt, hogy még hallgassam, hogy élvezzem ezeket a történeteket az ő fantasztikus hangján. Mi a tenkes kapitányom nőttünk föl. Tehát amikor éppen nem a kertbe rohangáltunk és indiánost játszottunk, akkor a tenkes kapitányát bámultuk. Ez egy, a lányok is nézték ezt? Például önnek, mert én úgy tételezem föl, hogy ez a kaland sorozat, ez inkább olyan fiúknak való. Bizonyára igen. Hát én nyilván néztem, mert az édesanyám volt benne a Veronika, tehát nagyon sokszor ismétli még a mai napig is szerencsére a televízió. Én azt gondolom, hogy azért nézik a lányok is. Ez szerintem talán a magyar filmgyártás egyik legjobb kalandfilm sorozata. Borzasztó kevés pénzből készült egyébként. Parád és szereposztás legjobbjaink játszanak benne. Olyan bűbájos, olyan kedves, humoros, mégis fordulatos. Szoktam kérdezni én a fiatalokat, hogy ismerik-e a tenkes kapitányt, és szerencsére azért igen, tehát az új generáció is bekapcsolódik az ismétlésekbe, vagy a szülők fontosnak tartják, úgyhogy én azért úgy gondolom, hogy igen, a lányok is megnézik. Akkor, hogy visszatérjünk Szabó Gyulához, nézzünk meg még egy rövid részletet a kölyökből. Mit akarsz? Könnyebbet nem tud kérdezni? Bemenni és aludni. Ide nem teszed be többé a lábad. Miért? Mert ide nem kellenek az ilyen nőcskék. Ha dolgozni nem tudsz rendesen, azt elnézzük és segítünk. De nappal rosszul dolgozni és éjszaka autós palikkal a szállodában dorbézolni. Szóval mindent láttam. Most mit hülyéskedik? Álmos vagyok. Aludj, ahol akarsz. A holmidat kiraktam. Hát azt hiszi, hogy ezt lehet csak úgy velem csinálni, akkor nagyon téved. Tudja meg, hogy menjek az igazgatóhoz. Isteni. Igen, hát a filmről majd a második részben fogunk főleg beszélgetni, meg a film hátteréről, de visszatérve Szabó Gyulához. A tenkes kapitányon kívül, ahogy ugye persze Zente Ferenc a címszereplő, de hát Szabó Gyulának is nagyon komoly szerepe van. De ezen túlmenően, most megint magamból indulok ki, nekem nagyon-nagyon sokáig ő volt a hang. És hát nem csak a kalambó, hanem én már 3 gyerekes apukaként azért néztem, nyilván a fiaim miatt, de az én szögezett oda a képernyő elé, például a Jankovics féle magyar népmesék sorozat, mert egy Jankovics is csodát tett, na de hát ahogy Szabó Gyula ezeket a meséket mondja, az egész egyszerűen elképesztő. Ez csodás. Nekem még volt szerencsém, minden évben csinált egy CD-t, ezt így a családjának, barátainak, ahova hát minden évben általában karácsonyi hangulatú verseket mondott fel, és ezeket én is megkaptam ajándékba. Hát igen, olyan csodát vitt magával, ami ma már nem létezik. Olyat tudott, amit nagyon kevesen, és mindig igyekezett, nem csak nekem, hanem nagyon szerette a fiatalokat, és mi, akik ott voltunk körülötte a Fehérvári Színházban, mindig ott állt a takarásban, nézett, figyelt, kijöttem, csak mondott egy-egy szót, nem magyarázott, nem akart sem a rendező ellenében, csak egy-egy gesztus, egy-egy szó, amivel akkorát segített, akkorát lendített, felhívta a figyelmemet egy hangsúlyra, egy mozdulatra, hogy hogy forduljak. Van valami, mindenképp szeretnék elmondani róla, ezt is talán valamelyik siklósi utazásunkon mesélte nekem, illetve tanító jelleggel mondta, hogy amikor ő gyerek volt és ment az iskolába, akkor mindig ugyanazon az úton ment, macskaköves úton, és megfigyelte, hogy két macskakő között elkezdett jönni egy kis zöld növény, egy kis fűszál. Ment minden nap, növekedett a fűszál, esett az eső, sütött a nap, és egy gyöngyvirág bújt ki a két macskakő közül.
És ő annyira csodálta, és minden nap szaladt oda, hogy ugye megvan a gyöngyvirág, hát ennek ott kell lennie. És az egyik nap ott volt eltaposva a gyöngyvirág, amit, vagy egy lovaskocsi, az eltaposott. Ezt azért mondta nekem akkor, mert azt mondta, hogy én szép, fiatal és nagyon tehetséges vagyok, de ezzel a habitussal, kislányom, ezzel a szeriő szerénységgel, ezen a pályán nem lehet semmit elérni. Te nem lehetsz gyöngyvirág. Igen, meg az igen. Hát akkor ez pont jó felvezetés is volt a következő bejátszónkhoz, ahol egy székesfehérvári színházi előadásba kukkantunk bele. Életünk tám végtelen, pereg, pörög, így jó. Életünk az érzelem, bár nem nekünk való. Élhetünk, van életünk, hát miért vagyunk babák? Életünk, mit képzelünk, az emberek kapják. Nézz csak rá, játsz, hogy élhessek, így velem csodát. Játsz még tovább, nézz csak rá. Válasz most engem, nem mást. Játék az élet, de én kicsit félek, hisz fáj a szívem nagy titokban, már nem dobok szívet a somban. Ha nem tévedek, a diótörőből láttunk egy rövid részletet. Márta, volt az előbb egy fél mondatot, hogy az a világ, amit Szabó Gyula is hordozott magában és képviselt, hogy az ma már nincs. És ugye most már elég régóta csinálom én itt ezt a sorozatot a Hír TV-ben. Régi magyar filmeket mutatunk be. És igen, és szép lassan azt kell mondjam, hogy az összes ilyen elképesztő zsenink szép lassan elballag itt a örökké valóságba. És valami egészen elképesztő űrt hagynak maguk mögött. És azt próbálom én néha, amikor ezen gondolkodom, megfejteni, hogy azért volt, nagyon sokáig volt valamiféle folytonosság. Hogy voltak nagyon nagyok, voltak Páger Antalok, de aztán jöttek a Huszti Péterek, tehát hogy Szabó Gyulák, hogy nem maradt ez az iszonyatos űr és hiátus. És most, minthogyha nem jönne az a generáció, hogy és néha rosszabb pillanataimban arra gondolok, és remélem, hogy majd érteni fogja, amit itt akarok nyökögni, hogy ezek az óriások, ezek egy szinte kivétel nélkül szabadság hiányos kor gyermekei voltak. És valami ide csempészték nekünk a szabadságot, a csodát, és aztán kitört a szabadság, és eltűntek a zsenik, és eltűntek ezek a... Jól látom, hogy van itt valamiféle összefüggés, és ha igen, akkor miért? Ugyanezt gondolom, amit elmondtál, hogy igen, valahogy a nagy szabadsággal, az óriási kínálattal, a megváltozott elektronikus internet, média, stb. Valami felhígul, de az okát én sem tudom, hogy minden könnyen elérhető, hogy sokan vagyunk, hogy sietünk, hogy mindent készen kapunk. Nyilvánvaló, hogy bizonyára születnek olyan tehetségek, mert az nem létezik, hogy nem, csak nem kapnak teret. Nem vagyunk kíváncsiak hosszú filmekre, rövid bejátszásokat néznek a fiatalok. Mindenki csinál magáról csinál egy YouTube csatornát, felvesz 2 percet, ahogy bóckodik, és azt nézik. Tehát, hogy valahogy nem kell az érték, nem kell a játék. Nem tudom, de én is kétségbe vagyok esve, és nem akarok negatív lenni, mert alapvetően egy derűs, pozitív ember vagyok, csak egy kicsit úgy érzem magam, kör magyarban van ez a itt állok a csillámló sziklahegyen, hogy úgy itt szakad le körülöttem a part, és tűnnek el azok a bástyák az életemből, akikre felnéztem, akiktől tanultam, akik érdemes volt elmenni színházba, leülni, megnézni egy filmet, és nincs helyette más, nem olyan elsivatagosodik az egész.
Tudja, biztos fura ez a párhuzam, de akkor is, most ez jutott eszembe, és el fogom mondani, hogy én sose gondoltam volna, hogy Jean-Paul Belmondo temetésén én gyakorlatilag elérzékenyülök majd. Néztem a tévébe. És elment Belmondo, és az a kínzó gondolat nem hagyott nyugodni, hogy most már nincs senki, csak Alain Delon. És ha ő is elmegy, akkor ezt kivel, mert ez nem magyar probléma. Nem nálunk tűnnek el, hanem mindenhonnan. És ha Delon el fog menni, akkor mi marad mondjuk a nagy francia színjátszásból és filmművészetből? Semmi. És hogy van-e visszaút? Nem tudom. Azt hiszem, ahhoz nagyon le kell nullázódni újra. És újraépíteni talán. Igen, rosszabb pillanataimban én ugyanezt gondolom, csak ilyenkor megijedek magamtól, és próbálok másra gondolni, és hogy ne is ennyire szomorúan fejezzük be, javaslom, hogy egy picit hallgassunk bele Szabó Gyula hangjába a legnagyobb, legklasszikusabb szinkron szerepéből. Segíthetek? Mondjam, fiam, ebben a csokiban tényleg sok a vitamin? Az nem csoki, uram, hanem proteinrúd. Ó, pedig csokinak néz ki. Olyan az íze, mint a csokié. Ó, persze. Finom. $1.5. Mi? $1.50? Egy csokiért? Ez nem csoki, hanem proteinrúd. Itt van a főnök? Nézze, uram, ha az elnököt hívatja, akkor is $1.5 lesz. Rendőr vagyok. Rendben. Mennyit akar fizetni? Megkapja a proteinrudat 99 centért. Na, ez azért jó, mert szinte az iménti kis negatív gondolataikra tette fel az íre a pontot ez a néhány pillanat itt. Én arra próbálok így támaszkodni, hogy nekem még volt szerencsém elkapni ennek az időszaknak a végét. Szabó Gyulával több darabban együtt játszani, Kála Ilonával, Zente Ferenccel találkozni, és még sorolhatnám Balikó Tamással dolgozni, mint rendezővel, hogy én még a végét elcsíphettem ennek a csodának, és ebből próbálok élni és táplálkozni. Igen. Én pedig a mai napig Thomas Mann Varázshegyét olvasgatom 51-szer. Igen. Ez egy már, úgy látszik, ilyen mamutok maradtunk. Köszönöm szépen, hogy itt köszönöm. Volt. Egy rövid szünetet tartunk, és utána Kerecsényi László filmtörténésszel folytatjuk a beszélgetést. London. Ki hinné, hogy az angol filmgyártás világhírű csillagai Janet Scott és Ivan Mitchell ezúttal mint egy sztrájk küldöttség tagjai érkeznek a parlamentbe. Az angol filmszakma dolgozói munkabeszüntetéssel figyelmeztetik a pénzügyminisztert, hogy amíg nem hatálytalanítja az indokolatlanul magas moziadókat, a filmgyárak és a filmszínházak zárva tartják kapuikat. Két világhírű utazót mutatunk be a Szovjetunióból. A Vakmerő nevű kutyus és egy szürke nyuszi idén július 2-án egy geofizikai rakétában feljutott a légkör felső rétegeibe. Vakmerő és a nyuszi épségben visszaértek, és most megadóan tűrik a sztároknak kiáró népszerűséget. Utazásukkal komoly tudományos észleléseket biztosítottak a későbbi holdrakéta emberutasai számára. A kutatásaikról világhírű Picard testvérek ismét magukra vonták a világ figyelmét. Újabb útjukon különleges búvárhajójukban az óceán eddig fel nem kutatott mélységeibe ereszkednek le. Az idészített felvételek ritka átott, furcsa külsejű élőlények életéről adnak számot. Japán. Az atombomba ellen tiltakozó menet indult Nugutából keresztül az országon Hiroshima felé. A 6-7-es felvonulás során különböző országok delegátusai és japánok ezrei csatlakoztak a tiltakozó menethez. Augusztus 6-án hatalmas tömeg gyűlt egybe a hiroshimai béke emlékparkban. 14 év előtt ezen a napon ejtették Hiroshimára az atombombát. Az évfordulón a városban felbújtak a szirénák, megszólaltak a harangok, s a nagygyűlés résztvevői egyperces néma tiszteletadással emlékeztek meg az atombomba áldozatairól. Béke! Ez az alapgondolata annak a 300 plakátnak,
amelyet az ENSZ Múzeum termeiben állítottak ki a Magyar Szocialista Munkáspárt 7. kongresszusának tiszteletére 30 ország haladó képzőművészeinek alkotásaiból. Talán elsősorban a kezek kiállítása ez, a dolgos kezeké, amelyek építenek és új világot teremtenek. A kezeké, amelyeket elnyomóik még bilincsben tartanak, amelyek tiltakoznak és vádolnak. Nem akarunk 1934-et, kiáltja az osztrák nép. Nem sírokat akarunk, az élet megkönnyítésére használják az atomot. Nem akarunk hidrogénbombát, atombombát, tiltakoznak a japánok. Nem akarjuk, hogy a földgolyó millió pusztulásának helye legyen. Békét akarunk, az emberek a békét követelik. Ez a tengernyi készülék szemmel szinte alig látható alkatrészekből áll, és az elektromechanikai vállalatnál sorozatban gyártja. A normális nagyságú rádiócső és a tranzisztor. Egy nagy készülék hangszórója mellett így fest a zsebrádiójé. A készülék a legújabb technikai eljárással nyomtatott áramkörrel épül. A tünde nevet viselő rádiócska a brüsszeli világkiállításon nagy díjat nyert. Idén már a hazai boltokban is kapható lesz. Angyalföldön a Váci úton korszerű önkiszolgáló népbüfé várja a környék dolgozóit. Itt nem kell busszankodni, hogy nem jön a pincér, hiszen mindenki saját magát szolgálja ki. A vendégek nem talpon állva, hanem asztaloknál ülve fogyaszthatnak. Az összes ételt egy blokkra írják fel. A fogyasztás végösszegét távozás előtt kell egyszerre kifizetni. Csodálatos, együtt néztük végig a korabeli filmhíradó részleteket Kelecsényi László filmtörténésszel. Szervusz! Szervusz! Csak azért gondoltuk, hogy visszarepítsük magunkat a kor hangulatába, hiszem ez sikerült is. Nagyon. És akkor jöjjön maga a film, mert az előző vendéggel gyakorlatilag a filmről nem beszéltünk, hanem Szabó Gyula emlékét idéztük meg. De hát mégiscsak itt van előttünk a Kölyök című film, Törőcsik Mari egyébként zseniális címszerepével. Viszont a film az, hát ha azt mondom különös, akkor, akkor finoman fogalmaztam. Igen, igen. Bár hadd legyek itt az ördög ügyvédje, mert ha már Törőcsik Marit emlegettük, akkor ő viszi el a balhét, ezt a filmet a hátán és a vállán. Nyilatkozta is, hogy a körhinta után egy csomó, majdnem azt mondja, hogy sematikus, de nem használt ilyen kifejezést, rossz filmben szerepeltem. Lehetne sorolni 57-58, ez 59-es film. De mondok egy érdekeset, ha kivesszük belőle a jelmezeket, hogy kisztitkár van, rendőrtiszt van, gyárigazgató, munkásigazgató feltehetőleg, és egy más környezetbe díszletek, jelmezek közé rakjuk, akkor ez megáll a lábán. Ez egy hebrencs, dilis kislány, mondták is szocialista cilikének, ugye a cilike micsoda, azt el kell magyarázni. 100 évvel ezelőtt volt egy Tucsek Anna nevű, a Magyar Lányok főszerkesztője, írónő, aki sorozatban írt cilike leányregényeket, akikben ilyen füzetes regények voltak, és pont ez a nő alak szerepelt, aki örök életű, úgy látszik, és Törőcsik Mari fölhozta a filmvászonra, és hadd olvassak föl, mert készültem. A lexikonban egy ilyen marhasságot lehet olvasni a film rendezője kapcsán. Szívesen foglalkozott zabolátlan fiatal lányok szocializálódásának játékfilmes megjelenítésével. Ezen kívül csinált még ilyen filmet? Csak ha már szívesen foglalkozott. Készült például a Tücsök egy pár évvel később. Az Esztergályos Cilike. Valóban Cilike játszotta végig. De hát itt Törőcsik a fő szám, akit a filmben ugye 14 vagy 15 éves, mert szó van róla, hogy még nem vehetik föl ipari tanulónak. És letarolja a várost, és hát szerelmes, ki be lehet szerelmes egy szocialista Cilike, mint a kisztitkárba, aki először fütyül rá. Hát azért ma, hogy egy 14 éves leánygyerek beleszeret a szemmel láthatólag 20 akárhány éves kisztitkárjába, és aztán ez a szerelem még be is teljesedik, ezt már nem lehetne megcsinálni. Hát nem, mert a MeToo élharcosai ezt forgatókönyv formájában elmeszelnék, de hát szerencsére ez elkészült, és ez annyira ártatlan, mint ahogy ránéz az emberi Törőcsik Marira. Tudott ő nagyon csábító lenni később? Ajjaj. Más magyar filmekbe.
amíg még idősebb korában is. De itt egy gyereklány tulajdonképpen, aki nincs kifestve, overallba jár, aztán persze kiöltözik kölcsön estélyi ruhába, de utoljára jutna eszünkbe az, hogy ezt a leány gyereket meg is lehet csókolni, vagy esetleg annál többet csinál, kezdeményezni nála. Eszünkbe nem jutna ilyesmi. Igen, hát van is ugye egy párbeszéd, a többi lány a munkásszállóról készülnek valami bármi. Nézik nőnek. Strandra, és azt mondják, hogy elég, ha felhúzol egy bugyit, melltartó nem is kell. Igen, és akkor körülbelül föl is van háborodva. Egy rövid részletet megnézünk, és majd utána megmondom, hogy miért. És azért, mert hogy ugye ez egy propaganda, egy ilyen igazi kommunista propaganda film, ezt majd mindjárt körbejárjuk. De ennek az egész propagandának ebben a filmben az alapját Dunaújváros adja. Hogyne? Ugye a Dunai Vasmű. Hosszú mondatok hangoznak el a Besenyei által játszott igazgató, nem tudom én, 50 ezer tonna acélt gyártunk évente. Gondolom 59-ben már nem Sztálinvárosnak hívták. De még Sztálinváros még, volt. Még 59-ben ha jól tudom, is... 61 vagy 62 környékén változtatták jó, meg Dunaújvárosra. Még itt javába Sztálinváros. Dunapentele, Sztálinváros, igen. Dunaújváros. Hogy milyen fura, de lehet, hogy csak nekem fura innen most 2022-ből, hogy a kommunista propagandának 59-ben még mindig egy ilyen fényes égköve ez a magyar nehézipar fellegvára. Hogyne? Szerintem, amikor összeültek ezt a forgatókönyvet megírni, akkor Törőcsik Mari meg a szocialista Cilike ezen túlmenően itt a lényeg szerintem Dunaújváros kellett, hogy hogyne? Legyen. A magyar film kiemelten foglalkozott vele, mert 53-ban, még a sematizmus tombolásának az utolsó előtti évében készült már egy Dunaújváros, hol volt még akkor, egy sztálinvárosi témájú film, a Kiskrajcár, ahol Mészáros Ági játszott egy hasonló szerepet, mint itt Törőcsik Mari, és később, 10 évvel később, 63-ban Herskó János is a Párbeszéd című híres dolgozatának, amelyben a legtöbbet dohányoznak, ez az a magyar film, 2 percenként rágyújtanak, szerepelt egy részletében akkor már Dunaújváros. Tehát ez volt a felmutatva a szocialista nagyipar teljesítménye, és látunk itt olyan épületeket, oszlopokat, vastag oszlopokat, állítólag Sztálin mondta egyszer azt az építészetre, hogy a dolgozó népnek is joga van oszlopcsarnokokra. Hát megkaptuk ugye, hogy a dolgozó nőnek joga van olyan estélyi ruhára, mint amit kölcsön kap és kölcsön kér. Ha már említetted, olvastam egy megdöbbentő tanulmányt, ugyanis Sztálin elvtárs azt is elmondta, és aztán erre kínosan ügyeltek is, szerintem nálunk nem annyira, de a Szovjetunióban igen, hogy a nagy lakótelepi lakásokban nem szabad nagy konyhát és étkezőt építeni, mert akkor a család összeül, barátokat hívnak, az asztal körül beszélgetnek. Abból csak baj lehet. Pici luka konyha, étkező ne legyen, majd az elvtársak építsünk a lakótelepek közepére ilyen nagy lóetető vájukat, és majd akkor ott fognak félhíradó, önkiszolgáló étterem. Tehát, hogy még a lakótelepi lakásokba is bele volt víve a szocialista embertípus kívánatos volta, hát Dunaújvárosban meg aztán pláne. Törőcsik Mari körhintát említetted, hogy hát az aztán a körhinta világa, meg ez a világ, és a körhinta Törőcsik Maria, meg ez a Törőcsik Mari, ez aztán tényleg két bolygó. Mekkora zseninek kellett ennek a nőnek lenni? Bizony.
bizony óriási színésznő volt. Szerintem a magyar filmtörténet 55-től a haláláig, amíg játszott az Aurora Borealisban, volt utoljára a Vászton, azt hiszem. Egy csodálatos zsenie volt, és amennyire nem szerette ezt a filmet, ugye mondta. Elvitték ezt a filmet Karlovy Varyba, az 1960-as filmfesztiválra, ahol ő megnyerte a legjobb női alakítás díját. Ezzel a szereppel. Hát el tudjuk képzelni a többit. 60-ban milyen csehszlovák filmek, még az új hullám előtt, hogy milyen szocialista filmek lehettek. És ezzel a díjjal eljutott a világ másik felére, a Mexikóban rendeztek nagyon sokáig, Acapulcóban, egy fesztiválok fesztiválja fesztivált, ahol a előző évi szemléken díjazott alkotásokat mutatták be, és természetesen Törőcsik Marit oda is kivitték, ott is szerepelt. Szerintem egy időben ő volt a magyar film utazó nagykövete. Már az 50-es évek közepétől, Cannes és így tovább, és más külföldi városok, Karlovy Vary, Moszkva, és így tovább, és egy csodálatos filmszínészi pályát futott. De most arról ne beszéljünk, hogy ez a színházba hogyan hátráltatta őt, mert történetek vannak, hogy a kollégák mennyire irigykedtek rá pont ebben az időszakban, 59 táján, és hogy nem tartották a Nemzeti Színházba, ahol ugye oszlopos tag volt, nem tartották igazi színésznének, le is nézték egy kicsit. Ja, mert hogy nem estéről estére a színpadon van, hanem film. Igen, mert nincs ott, meg ott saját bevallása szerint ő maga mondta ezt életrajzi kötetekben, nyilatkozatokban, hogy ő a Majornak köszönhette később, hogy ő csinált belőle színésznőt, hogy nem találta a helyét. Nem jött át a Rivaldán, ez volt a helyes kifejezés. Az ami itt 2 méterre a kamerától csinál valamit, egy mosoly, egy tekintet, a Nemzeti Színház még a Blaha Lujza téri épületben, ott a hatalmas belmagasságban, ez nem jött össze, nem jött ki. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Laci. Én is köszönöm. És akkor lássuk a medvét, illetve a filmet, Szemes Mihály 1959-ben bemutatott művét, Kölyök, a főszerepben a zseniális Törőcsik Marival. Jó szórakozás!